Komárom belvárosának minden kocka köve a múltról mesél. A főtéren Klapka György tábornok szobra magasodik, a városháza tornyából pedig minden órában felzeng Egressy Béni Klapka indulója. Már a központi erőd is látogatható, de nem volt ez mindig így. A 2000-es évek elején került a nagymúltú épületegyüttes városi tulajdonba. A teljes tatarozás eurómilliókat emésztene fel, ezért lassan haladnak a felújítással. Komárom városa az első közt állt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mellé. Már a forradalom első napjaiban felvonták a magyar lobogót a városházán, és támogató nyilatkozatot is kiadtak. Az erőd és a parancsnokság ugyanakkor Bécs fennhatósága alá tartozott osztrák szimpatizáns várnaggyal az élén. Azt szerették volna, hogy a komáromi erődrendszer és a vára bekapcsolódjon a magyar forradalomhoz, a szabadságharchoz. Emiatt maga Battyányi Lajos megkérte, vagy meghatalmazta Klapka Györgyöt, hogy jöjjen el ide Komáromba azzal, hogy ő vezesse a erődítési munkálatokat, és egyben így csellel azt kérte tőle, hogy próbálja rávenni a katonákat, akik voltak elszállásra, vagy hogy esküdjenek a magyar alkotmányra, a magyar zászlóra. Ez sikerült is szeptemberben. Ez az az erkély a Lipót kapunát megközelíthető komáromi központi erődben, amelyről Klapka György szónokolt a katonáinak. Itt van a parancsnoki iroda, itt ülésezett a haditanács. Klapka a korabeli iratok tanúsága szerint nagyszerű stratéga volt, a csatatéren azonban gyengébben teljesített. Ezzel együtt Klapka Györgyöt hősként tisztelik. Nem véletlen, hogy 1849 elején őt bízták meg a magyar hadsereg ellentámadásának kidolgozásával, tehát ő volt a tavaszi hadjárat egyik kitervelője, egyik kidolgozója. Ez ugye nagyon sikeres volt, Komárom felszabadításával végződött, 1849 áprilisában, egészen pontosan április 26-án érték el a magyar csapatok Komáromot, ekkor szorították ki innét az osztrák erőket. Erre emlékezik ugye a Komáromi Napok rendezvény sorozata minden év április 26-a körül. A vár is nyitva áll mindenki előtt, a 13 hektáron elterülő épületegyüttes 2003-ban került a város tulajdonába. Szeretnénk azt, hogy ez ilyen, mondjuk egy élő része legyen a városnak, mert eddig nagyon sokáig ugye zárt volt, és több komáromi nem is tudja, hogy ide be lehet jönni, hogy mikor lehet ide bejönni. A legjelentősebb állagmegóvás, a teljes tetőcsere pályázati forrásból már megvalósult. Amelyben megújítunk egy tetőszerkezetet 2,5 millió euróért, ami nem egy kis összeg, az egy része, hiszen egy hatalmas kincs, de egy hatalmas teher is ilyen szempontból a városnak, de folyamatosan megyünk előre. Egyre több civil szervezet kap helyet a komáromi erőd falai között, és hamarosan sörfőző manufaktúra is működik majd itt. Ha valaki szeretné alaposabban megismerni az 1848-49-es eseményeket, látogasson el a várba, ahol felkészült vezetőgárda fogadja. Nem sokára pedig újra itt a Komáromi Napok rendezvénysorozata, amely, mint minden évben, a komáromi csata emlékére április 26-án veszi kezdetét.